Olaszország középső és déli részén is szokatlanul kemény tél köszöntött be. Az olasz csizma közepén fekvő Molise régióban az új év első napjaiban 2 méternyi hó hullott le. A durva havazáshoz ráadásul erős szél is társul, így egy csomó utat befújt a hó, teljesen járhatatlanná téve őket, a parkoló autókat pedig gyakorlatilag láthatatlanná. Hótakaró borítja Umbria tartományt és Matera megyét is. 3 vagy 4 napja már egész biztos, hogy szakad, és hozzá még a szélviharok nagyon brutális, mondta egy helybéli. Én pont azért jöttem, hogy ilyet lássak, szóval én nagyon jól érzem magam, tette hozzá egy turista. Hó hullott Pompejben és a Vezúvnál, de havazott Nápolyban is, ami még ha tél is van, meglehetősen extrém időjárásnak számít a földközi tenger térségében. A meteorológusok szerint egy darabig marad is a szokatlanul fagyos tél ezen a vidéken. Bosznia-Hercegovinában sem jobb a helyzet, ott is erős havazás bénítja a közlekedést, és az elkövetkező néhány napban még egészen biztos, hogy nem fog javulni a helyzet. A hólánc kötelező, de a hatóságok inkább arra intenek mindenkit, hogy ha nem muszáj, ne induljon útnak.